Szuper lett a jégpálya Dunakapu téren, hetek óta egymást érik a korcsolyázó kicsik és nagyok, és mi is forgattunk ott a híradóval, szinte tényleg egymást érik a vendégek. Van, aki most tanul korizni, van, aki meg egy kicsit csiszolja a tudását. Jó estét kívánok, köszöntöm a Győr Plusz Televízió kedves nézőit, ez itt a Konkrét, benne pedig egészen konkrét a jégpályáról beszélgetünk, Dunakapu téről, Adventről, meg jégkorongozásról, illetve utánpótlás nevelésről, mert hogy ezek a témák szorosan összefüggnek. Két vendégünk is van a stúdióban, kezdem inkább a hölgyel, dr. Botos Barbara, aki sportmenedzser és edző is egyben, a győri Nemak ETOHC-nál. Jó estét kívánok, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és Szarvas Zoltán, aki pedig elnöke a klubnak, szintén jó estét kívánok. Hát Szarvas úr, kezdjük önnel, mert hogy a pálya az egyértelműen önhöz tartozik. Sokakban felmerül a kérdés, hogy ha ennyire bejött ez a pálya, akkor miért nem volt korábban, miért pont most, és miért pont a Dunakapu téren? Mert ugye ez az ötlet nem csak egy emberen múlik, vagy egy társaságnak, ez kellett azért a város, a Győr Szól, a Nemak cég, meg a ponzorok, hogy egyszerűen tudjunk csinálni jégpályát. Ez nem olyan, hogy fölteszek egy jégpályát. Hogyan zajlottak az előkészületek? A végeredményt látjuk, nagyon népszerű, sokan vannak, de azért gondolom nem egyik percre a másikra hát úgy ment ez. Úgy kezdődött, hogy tavasszal én meghallottam, hogy a Dunakapu térbe terveztek jégpályát. Ugye a lejtés miatt azért csodálkoztam rajta, és akkor elkezdtem a városházán érdeklődni, Domanyi kezdték, Serfőző esztékkel leültünk, sportosztály, meg a kultúra, és akkor mondták, hogy igen, akarnak jégpályát, és akkor ősszel visszatértünk rá, és akkor kezdődött el a ügyintézés, próbáltunk szerezni mobilpályát olcsón, kint Svédországból lett végül is hozva, egy nagyon jó, és akkor elkezdtük 30x10-zel, és utána jött a ötlet, hogy akkor legyen nagyobb, hála Isten, úgy döntöttünk, és plusz még akkor még jött a Sági úr, a Győr Szól igazgatója, mondta, hogy hát akkor ne advent után zárjunk be, mert akkor azért probléma lesz, és akkor így január végéig úgy néz ki, hogy marad ez a jó ötlet. Nekünk kívülállóknak, meg ahogy mi többször ott forgattunk, úgy tűnik, hogy óriási teli találat ez a Dunakapu téri jégpálya, gondolom ebből hagyomány is lesz. Önök mit tapasztalnak? Sokan vannak, és ha vannak, akkor inkább hétköznap, vagy inkább hétvégén, inkább fiatalabbak, vagy inkább idősebbek, hogy áll össze a látogatói létszám? Hát ugye most egy hét eltelt, most már azért látom, hétköznap azért inkább a győriek meg korcsolyázni jönnek, hétvégén átmegyünk Bucsúba, mint a Dodge-em, meglátják és fölülnek rá, ez egy kicsit veszélyesebb, mert ugye sokan jönnek hétvégén, akik nem is tudnak korcsolyázni, akkor tulajdonképpen nagyon sok a bérlés. Hétközben meg inkább iskolák jönnek, óvodák is már kezdenek jönni, át belement ebbe a jégkor szakba, hogy akkor tudják, hogy van, hozzák a korcsolyát, és akkor így jó, de hála Isten, a külső pálya is azért megy, a Kiskuti pálya, és nem lett akkora dráma, mint ahogy gondoltuk. Már a megnyitón is megmutatták magukat a fiatal tehetségek, mert hogy Győrben van utánpótlás, nem csak jégkorong utánpótlás, hanem jégtánc, így mondják ezt pontosan? Utánpótlás is, láttunk egy csodálatos jégrevűt. Milyen hagyományai vannak Győrben ennek a sportágnak? Mert én megmondom őszintén, meglepődtem, hogy vannak már olyan fiatalok, akik igenis ezt eléggé profi szinten művelik. Összesen 6 utánpótlás jégkorong korosztályunk van, a 8 évesektől a 18 évesekig, illetve műkorcsolyásaink is vannak. Jégkorongozóink 200 fővel képviseltetik magukat az Egyesületben, műkorcsolyázóink már több mint 70-en vannak. Tehát olyan 270 gyermekről beszélünk, akik versenyszerűen igazolt sportolóként az Egyesület tagjai. Nem egy tipikus győri sportág, szerintem a jeges sportág, bár jégkorong csapatunk azért volt korábban is, nehéz volt megszerettetni a fiatalokkal, vagy meg volt rá az igény, csak nem volt meg az infrastruktúra, a háttér. Mitől indult be ez a történet most? Utánpótlás korosztályaink azért voltak, tehát már több év, két évtizedre visszanyúlóan is, de egyre bővültek. Létszámilag is bővült egy-egy korosztály, tehát van, hogy egy-egy korosztály két különböző típusú mérkőzés típusban is indul az országos versenyeken, tehát A vagy B csoportban, illetve most bejött az U16 és az U18, mint további korosztály. A fiatalokkal meg lehet könnyen szeretetni a korcsolyázást? Például ez a Dunakapu téri jégpálya sokat lendíthet most majd az utánpótlás helyzetén? Mert tényleg sok olyan család kimegy, ahol mondjuk a pici gyerek lehet, hogy már csúszkált kicsit, anya, apa meg egyáltalán nem tudnak korizni, de itt most meg tudnak tanulni. Milyen hatással lehet ez most a jégkorong akár utánpótlásra, akár a sportra? Ugye nekünk azért rövid távú célunk, hogy 3 éven belül egy felnőtt csapat is játszon a győriek színeiben, de az biztos, hogy a Dunakapu tér az arra jó, hogy megszeressék, megkedveljék ezt a sportot, és utána, aki úgy gondolja, hogy komolyabban szeretne foglalkozni, természetesen mindenkit várunk a nagy jégpályánkra, ahol egy
Ennél jóval nagyobb, illetve egy kisebb gyakorló jégpálya is az érdeklődők rendelkezésére áll, mind korcsolyoktatásra, mind jégkorong vagy műkorcsolya edzésekre. És hát amire igazán büszkék vagyunk, ez a jégrevű, Regél az erdő adventi mesejégrevű, 87 fiatal korcsolyázott benne a 4 évestől egészen az 50 évesig, és mindannyian győriek vagyunk, tehát ez egy igazi győri produkció, próbáltunk melegséget csempészni a győriek szívébe, adventi hangulatot teremteni, és azért is nagy dolog ez, mert úgy gondolom, a győriek szeme még ehhez nincs hozzászokva, hogy jégrevűt lásson, Győr egy impozáns, meg felújított főterén, és reméljük ebből hagyomány lesz, úgyhogy már jövőre készülünk, hogy egy még nagyobb, még grandiózusabb produkcióval lepjük meg a várost. Hát a jégrevű az óriási siker volt, a megnyitó képeit én is láttam, bár ott nem voltam személyesen. Mennyi ideig tanulták meg ezt, akik szerepeltek benne? Egyáltalán milyen háttérmunkát követel meg egy ilyen jégrevű szállítása? Nagyon komoly stúdió munka volt, hiszen egy hangfelvételt előzte meg annak az elkészítés a stúdióban, utána pedig a különböző szerepek, 8-9 különböző szerepcsoport van, tehát voltak külön próbák az egyes szerepeket táncoló fiataloknak, illetve volt nagyon sok közös próba, és mint akik már látták, vagy esetleg akik még lemaradtak, de még szeretnék megnézni, hiszen jövő vasárnap 13-án és 20-án vasárnap ismét előadjuk, láthatták, hogy óriás bábok is szerepelnek benne, tehát igazán látványos produkcióval próbálunk kiállni a győriek elé. Na hát a sportra majd még visszatérünk, de egy picit kanyarodjunk vissza a pályához. Az egyértelműen látszik, hogy teli találat volt ez a jégpálya, épp a Dunakapu téren, pontosan elfér, és nagyon kellett oda. Milyen potenciálok vannak ebben a pályában? Ez azt jelenti, hogy mostantól akár minden évben lehet adventi időszakban, illetve az is érdekelne még, ha jól tudom, akkor nagyon sokan érdeklődnek már önöknél, mert hogy éppen, hogy látták ezt a pályát, hoppá, lehet ilyet csinálni egy városközpontban is, és máshova is szívesen elvinnék. Van ilyen érdeklődés? Hát még nem kerestek meg, de már hallottam. Hát ugye pénz kérdés az egész, mert ugye itt azért kell egy nagy teljesítménykompresszor, kell egy csövezés, kell egy palánk, azért elég nagy mennyiségű eszköz kell ahhoz, hogy egy jégpályát csinálom, ahogy csak fölöntöm, mint régen a korcsolyapályát. Azért nekünk az volt a nehézség ebben, hogy ez Svédországból jött, először össze kellett a jégpályán raknunk, ki kellett próbálnunk, és újra raktuk. Most már jövőre könnyebb lesz, elméletileg 5 évre kötöttünk egy megállapodás, 5 évig megpróbáljuk ezt ilyen színvonalon, vagy még nagyobb színvonalon csinálni. Milyen szakember stábot igényel egy jégpálya megépítése, fenntartása, hiszen folyamatosan karban kell tartani, vigyázni, óvni kell, ott kell lenni? Hát ami nagyon, amihoz nem értünk, a kompresszor. Ugye ott egy céggel le vagyunk szerződve, ők felügyelik, ők kezelik, ugye az ahhoz szakember kell. A többit azért magunk már a harmadik pályát építettük, azért már értettünk annyit, mert emberek azért adtak tanácsokat, ez nem volt olyan nehéz probléma, inkább a munkaerő az volt a sok kihordani, összerakni, azért voltak problémák. Igazából én nem nagyon vagyok képbe, hogy máshol Magyarországon vannak-e hasonlók, Nyugat-Európában biztosan felfedezték már ezt a lehetőséget. Vannak jó példák, amelyek alapján létrejött ez a győri pálya? Hát ugye vannak ezek a Arena Terrasz, ugye Pesten, az elég sok ilyen mobil pálya van. Nekünk ugye nehezítette a dolgunkat, amit mondtam, hogy 40 centi lejtést kellett szintbe hozni, ez azért ilyen nem igen van a országban, hogy padozatra épült, és ez azért a hőtechnikailag is nem volt egy egyszerű feladat, azért egy kihívás volt. Egy-két paramétert azért mondjunk el, ha jól emlékszem, nyitás előtt beszélgettünk róla, hogy azért arra is vigyázni kell, hogy túl sokan ne menjenek fel a jégre, mert meg vagy hány embert bír el. Ez a jégpálya most meg hány embert bír el, mekkora a kapacitása, illetve a jövőben lehet-e ezt bővíteni, van-e hozzá hely, vagy az már óriási költségeket jelentene? Hát költségeket jelent, óriásit nem jelentene, ugye van még 20 méterünk, mert egy 60 méter x 18-as pálya, itt az a másik gondunk lenne, hogy a teret foglalnánk-e teljesen, és akkor így az adventi hangulat már nem lenne olyan. Szerintem ez nagyon jó, mert általában ilyen 10x30-asokat szoknak így városokba letenni. Hát a 200 fő az kezelhető létszám, az úgy normális, annál többet nem engedünk föl, vagyis a padozat elbírja, nincs gond, inkább az, hogy nem férnek úgy el az emberek. Akik korcsolyáznak, inkább hobbi korcsolyázók, csúszkálnak egyet adventkor, lehetőleg még a forradból előtte és nem utána, vagy esetleg belőlük már akár az utánpótlásra is lehet építkezni, tehát mondjuk aki itt megtanul korizni, az utána már a rendes műjégpályán majd folytatja. Hát ugye az a taktikánk, hogy hétköznap ugye jönnek a ügyes gyerekek, van ilyen, csináltunk ilyen belépőt, mondjuk, hogy menjenek be a jégpályára ingyen, és ott oktatással legyenek részt, így ki tudjuk szűrni a ügyes gyerekeket, meg akik nem tudnak korcsolyázni. Hétvégén nem tudunk foglalkozni, vasárnap van 2-kor, meg szombaton oktatás,
de az már azért nagyon nehéz most advent alatt. Amint vége lesz az ünnepnek, szerintem lesz hely is, akkor visszatérünk erre. Szerintem ez egy nagyon jól működik. Még a végére egy kis sport, azt hallottuk már, azt az ígéretet, remélem, hogy sikerül is betartani, hogy 3 éven belül első osztályú jégkorong csapata lesz Győrnek. A jégtánc meg a jégrevő az meddig fejleszthető? Egyáltalán mekkora emberigénye van, hány fiatal utánpótlás korú korcsolyázó kell hozzá, és mennyi potenciál van ebben, hova lehet ezt még fejleszteni? A műkorcsolyából ugye közel 70 gyermek van nálunk, 19-en igazolt versenyzők, már most 11-en Miskolcon voltak 2 hete egy nagy megmérettetésen, és büszkék vagyunk, mert a 11-ből 7-en érmet hoztak el. Ez egy nemzetközi verseny volt. Abban különbözik a jégkorong a műkorcsolyától, hát egyrészt nem mű, mert valódi korcsolya, persze a szó onnan eredt, hogy művészi korcsolyázás, hogy ez egy egyéni sport, a jégkorong csapatsport, és bár látványsportként a jégkorongot tartják számon, én úgy gondolom a műkorcsolya is egy igen látványos sport, mint ezt a jégrevűben be is bizonyítottuk. De az biztos, hogy ez egy egyéni sport, nagyon sok jégidő kell ahhoz, hogy valaki egy 2 perc 10 másodperces versenykürt begyakoroljon. Sokan nem is gondolnák azt, hogy ő 2 percen keresztül fellép a jégpályára és produkál valamit, arra ő több mint fél évet készül. Nagyon nagy stressz, nagyon sokszor lelkileg is támogatjuk őket, és azért kiemelnénk, hogy van egy balettmesterünk is, William Fomin, aki a szárazon, tehát nem a jégen, trenírozza őket, a megfelelő művészi kifejező képességben edzi őket. Még egy gyors kérdésre van időnk. Egy ilyen sportos városban, mint Győr, amely inkább a labdásportokban szerzett magának hírnevet, a jégkorongnak és a jégkorcsolyának milyen helye lehet egyáltalán, mennyi idő lehet, mire kivívja magának a megfelelő helyet? Szerintem már most nagyon jól pozícionáljuk magunkat, hiszen nagyon sokan vagyunk, 270 gyermekről már most beszélünk, akik igazolt játékosaink, versenyzőink, tagjaink. És úgy gondolom, hogy ez külföldön is nagyon érdekes, hogy szeretik a szülők is több irányba irányítani a gyermekeiket, terelgetni őket, próbáljanak ki minél több sportot, valaki megragad rögtön az elején, de valaki még lehet, hogy 8-9 évesen sem tudja, hogy mi áll közel a szívéhez, mi az, amit önmagáinak tud vallani, mint labdasportot, vagy éppen jégsportot. Mi nagyon reméljük, hogy aki máshol nem találta meg a helyét, az nálunk megtalálja, és fordítva is előfordulhat. A legfontosabb célunk az az egészséges életmódra nevelés. Természetesen nem lesz mindenkiből NB1-es játékos, vagy válogatott, magyar válogatott játékos, nem lesz mindenkiből műkorcsolya bajnok, viszont egészséges, jó akaraterővel, egy nagyon stabil személyiséggel rendelkező gyermeket bárkiből ki tudunk nevelni, és ez a legfontosabb. Na hát akkor felhívás Kürre legyen ez a végszó. Köszönöm szépen, hölgyem, uram, hogy itt voltak. Sok sikert kívánok a pályához, meg a klubhoz is. Köszönöm, hogy mindezt elmondták nekünk. Nagyon szépen. Kedves nézőink, ez volt már a hét első konkrétja, legközelebb szerdán, ugyanitt ugyanebben az időben új témával jelentkezünk. Addig is nagyon vigyázzanak magukra, főleg, hogyha jégre mennek. Na viszontlátásra! A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.